A rendezvény péntek este vette kezdetét és vasárnap zárult. A gyermekek számára agyagozást, nemezelést, gyöngyfűzést, fonálbábú készítést, tojásfestést, hímzést és más hasonló foglalkozásokat szerveztek. A rendezvényen mintegy 200-an vettek részt. Kaptunk segítséget a helyi Boldog Gizella kézimunkakör tagjaitól, valamint itt vannak a Kishegyesi Női Fórum tagjai. Én azért jelentkeztem ide a cselekész táborról, mert sok barátom van másik táborokból, és reméltem, hogy találkozok velük, a foglalkozásuk is nagyon jó. A cserkészet segíti a jellemfejlődést és hagyományos keresztényi nevelést biztosít. Itt vannak kötelezettségek, feladatok, amelyeket teljesíteni kell, és amit a gyerek feláll, és elő van szedve, hogy igenis teljesítsen. A Kárpát-medencei Regös Hétvége résztvevői vasárnap a temerini Szent Rozália plébánia szent miséjére is ellátogattak. A szervezők szeretnék hagyományossá tenni a találkozót, a rendezvényt a Bethlen Gábor alaptámogatta.